Sikeres ügyvéd, blogger, nem mellesleg megmászta a Monteverestet, meg a Kilimandzsárót is. Többek között dr. Neszmély Emil 21 éves korában kezdett kacérkodni a hegymászás gondolatával, ráadásul amikor meghallotta, hogy a magyarokat hegymászási szempontból hátrányos, genetikailag hátrányos helyzetűnek sorolják, akkor úgy gondolta, hogy megmutatja a világnak, hogy azért mi mire is vagyunk képesek, most ért vissza legutóbbi expedíciójáról, és nem mellesleg megmászta az Antarktisz legmagasabb hegyét is. Elindulunk az alsó táborba, az alaptáborból, és annak érdekében, hogy meglegyenek a felszerelések, most így tároljuk őket a hóban, abban a részben, ahol egyébként az étkező sátrunk is volt, pontosan a felvett állapotban itt volt a lábunk. Az idő az gyönyörű, és ha minden igaz, akkor most el tudunk indulni fölfelé. Antarktisz csúcsán 4892 méteren. Kilátás gyönyörű és iszonyatosan változatos az idő. Csodálatos minden. Megvan a hatodik csúcs. Vendégem dr. Neszmély Emil, aki bár ügyvéd, de most nem ügyvédként ül itt velem szemben, hanem hegymászóként. Szia! Szervusz, köszöntöm a nézőket is. Hát mesélj nekünk, már megmásztál 6 csúcsot a legmagasabbak közül, ha minden igaz. Igen, ugye? Ezt tisztába kell tenni, hogy a legmagasabbak közül nem, mert a legmagasabbak azok ugye kizárólag a Himalájában és a Karakorumban találhatók, de van ez a kihívás, ahol a cél az az, hogy megmásszuk minden földrész legmagasabb pontját. Ja, és így ebben a sorozatban, ebből a 7-ből, mert hogy Európán kívül úgy tartják, hogy 7 földrész van, és Észak- és Dél-Amerika külön földrészeknek számítanak, ebből a 7-ből 6 már sikerült, viszont időközben én bejártam a világ összes földrészét, ami egy nagyon nagy ajándék a sorstól. Rengeteg helyen voltál már, rengeteg hegyet, csúcsot hódítottál meg. Melyik volt a legextrémebb? Hát az Everest északi oldala. Tehát az ahhoz nem hasonlítható egyik sem, azok közül, amit utána és előtte másztam. Egy nagyon érdekes dolgot mondott itt az Imi a legelején, hogy a magyarokat valamiért úgy titulálják, hogy genetikailag alkalmatlanabbak a hegymászásra. Ez valóban így igaz? Ez azért nem igaz, hogy minden egyes fórumon így van, de vannak olyan körök, amik mindaddig, például az Everest északi oldala kapcsán, amíg azt nem sikerült abszolválnunk, hát személyesen, hogy én tettem meg 2016-ban, addig úgy azok között, az országok között voltunk, akik nem a legprofesszionálisabb források, viszont elég sok helyen olvashattuk, hogy azok, akik úgy északról nem, azok nyilván genetikailag alkalmatlanok. Olyanokat is olvastam, hogy egyébként mi, mint mindig is alföldi ország, nyilván történelmükről sokaknak nincs fogalma. Ez ugye alá is támasztja ezt, hogy hát északról nekünk akkor még nem sikerült, és ez adta a fő motivációt, hogy egy 3,5 éves felkészülést megkezdjek, és a célom az legyen, hogy felkerüljön az a magyar zászló a nehezebb északi oldalról és az Everest csúcsára. Ez adta a fő motivációt, de mégis mikor és hol szerettél bele magába a hegymászásba? Maga a hegymászás számomra egy sport, tehát éppen ezért én nagyon tisztelem a hegymászokat, a hegymászó barátaimat, mindenkit, aki hegymászónak mondja magát. Én hegymászó is vagyok, de elsősorban felfedező. Tehát szeretek máshol lenni, ez nem feltétlenül kell, hogy hegy legyen, hiszen én végigjártam a Camino de Santiago-t is, és felkészülés részeként persze az Everestet külön élményt adott. A 21 éves koromtól kezdett foglalkoztatni az, hogy extrém magaslaton az ottani körülmények miatt nagyon nehéz döntéseket hozni, és hogy egészen egyszerű döntéseket is szinte lehetetlen pontosan is időben. Olvastam olyat, hogy egy bankár, aki szintén az északi oldalt mászta, csak akkor én még 21 voltam, és hát ez nem most volt, és az internet hőskorában olvastam egy blogbejegyzés, azt se tudtuk, hogy ez blogbejegyzés. Volt egy bizonyos mászási terve, hogy egy bizonyos emblematikus része, neki fontos volt, hogy melyik lábbal induljon. Ez egyébként a Létránál volt, aki valamelyest ismeri ezt a hegyet, tudja, hogy ez egy nagyon magas részen van, már bőven 8000 méter fölött. Valamiért kitalálta, hogy mikor bal lábával akar elindulni. 5 percig nem tudta eldönteni, melyik a bal lába. Ő, aki több 100 millió dollárokról döntött bankigazgató,
igazgatósági tagként, nem tudta. Aztán az ő egyik barátja rábökött az egyik lábra, ez a bal, elvileg eltalálta, és ez érdekelt engem, hogy mennyivel másabb ilyen döntéseket hozni. Aztán az összes többi jött utána, mert 21 éves koromtól aztán sok minden más történt, más sportággal foglalkoztam, és egyszer csak ez a hír talált meg, hogy északról mi még nem értünk fel, és hát a probléma az az, hogy volt 3 halálos áldozatunk is. Ilyenkor te szembesültél hasonlóval, mint ez a ballábas történet például? Nem, pont ilyennel nem, nekem más volt a mászási tervem, így pont ezzel nem, viszont az többször éreztem, többször át kellett gondolni bizonyos dolgokat, de ott annyira lelassul minden, hogy nekem ez így nem tűnt föl. Milyen felkészülés előzi ezt meg? Nyilván itt hónapokról, akár évekről beszélünk. Egyáltalán itthon van olyan hely, ahol tudsz gyakorolni, vagy felkészülni erre? Kifejezetten azt akartam bebizonyítani, hát ennek tudományos alapjai vannak, tehát ez nem egy ilyen megalapozatlan próbálkozás volt a részemről, elég sokan segítettek ezen az utamon, hogy nagy hegyek nélkül is fel lehet készülni nagy hegyekre. 3,5 éven át, a hétvégeket leszámítva, én napi 2-2,5 órát, tehát napi 3 órát edzettem, munka előtt másfél órát, munka után másfél órát, hosszú távú állóképesség, intervallállóképesség, izomzat, hegymászó tudás fejlesztés, ami nagyon sok minden volt, viszont ehhez nem kellett extrém magaslatra menni. Egy fontos tesztmászásra szükség volt, amikor a Kilimandzsárót másztam, akkor így közel 6000 méteren, különösebben nem is akklimatizáltunk. De várjál, bocsánat, tehát neked a tesztmászásod volt a Kilimandzsáró. Igen. Mert engem mértek tudományos laborokba is, és ekkor tájt már nyilvánvaló volt, hogy a felkészültségem az olimpiai érmes birkózók, cselgáncsozók szintjén volt. Hát köszönhető az edzéstervnek meg annak, hogy amikor az ember az életéért edz, akkor nem nagyon hagyám ki edzést. Viszont még ebben az évben készülsz visszamenni Alaszkába, ahol már jártál 2, ha jól tudom, vissza kellett fordulni, különböző körülmények nem voltak megfelelőek, igaz? Igen, a 7. csúcs reményem szerint végre akkor sikerül, ez Észak-Amerika legmagasabb pontja, közel 6200 méteren a Denali nevű hegy, és annak a csúcsa, viszont annyira közel volt meg az északi sarkör, hogy kiszámíthatatlan az időjárás. Először 2 évvel ezelőtt azért kellett, egyszerűen vissza kellett fordulnunk, elfogyott az ételünk, mert a vihar miatt nem tudtunk följebb menni. Ott lefele történt egy komolyabb baleset, ahol az egyik hegymászótársunkat kellett menteni, és hát konkrétan az én kötelemen 2 ember lógott gleccser szakadékokon, hát örültem, hogy nem én vagyok a helyükön. Abból helikopteres mentés lett komoly sérülésekkel. 1 évvel ezelőtt pedig 80 méterrel a csúcs szintje alatt, szintén időjárási körülmények között fordultunk vissza. Érdekes volt, a Delta Force hegyi vadászai is ott gyakorlatoztak, és amikor azt látok, hogy ők is menekülnek le, akkor mi nem mentünk az ellenkező irányban, hanem hát ellentétben azokkal, akik viszont igen, hát közöttük sok fagyási sérülés miatt újvesztés, amputáció történt későbbiekben, mi jó döntést hoztunk, nincs az a hegy, amelyik megér egyetlen egy emberi életet is. Igen, és ezek megvárnak, és nem sokára mész Alaszkába, úgyhogy majd utána várunk téged vissza. Reméljük, hogy minden sikerülni fog, és nagyon vigyázz magadra, kérlek. Lesz, köszönöm. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.